Azt érdemes megnézni, hogy ma már mi a mércéje az értéknek, lájkokban mérik. Tehát, hogyha valaki tetszikeli a te tevékenységedet, akkor jó vagy, ha nem tetszikeli, akkor nem vagy jó. Ez sajnálatos, ha megnézzük azt, hogy ez egy újkori rettenet, és hogy valaki ettől teszi függővé a cselekedetét vagy sem, nem véletlen a mondás, hogy a temető a leggazdagabb hely a világon. Mert ott van eltemetve a legtöbb meg nem valósított álom. Ott van eltemetve a legtöbb meg nem írt vers, dal, költemény, olyan művek, remek művek, amik a másoktól, kritikától való félelemtől annak köszönhetően nem kelt életre. Ez nagyon-nagyon sajnálatos. Ugye Maya Angelou-nak volt egy ilyen fantasztikus mondása, hogy egy madárka nem azért dalol, mert mindenre tudja a választ, hanem azért, mert van egy dal a szívében, ami kikívánkozik belőle. És ez a nem mindegy emberek, hogy a közönséged méretétől teszed-e függővé azt, hogy alkotsz-e valamit. Fontos, hogy tudd, hogy mindig napfelkelt előtt van a legsötétebb. Hogyha érzed a szívedből azt, hogy ez a te utad, akkor az ítélkezés miatt abba ne hagyd, kérlek. Fogadjátok el, hogy ez szerves része az életben. Bármit csinálsz. Ha nem csinálsz semmit, akkor azért fognak kritizálni. Az ítélkezés az tutira megy. Mert még erre sem vagy képes, hogy változtass. Ha változtatsz, akkor meg azért kritizálnak. Örülök, hogy megnézted ezt a videómat, remélem tetszett. Ha igen, akkor oszd meg a barátaiddal, illetve arra biztatlak, hogy iratkozz fel a csatornámra, hogy első között értesülhess az új videókról. Kívánom, hogy rengeteg fejlődést hozzanak ezek a gondolatok az életedben. A következő videóban találkozunk.